Egy változó kamatozású, 20 éves, 10 millió forintos lakáshitel jelentősebb kamatemelkedés esetén akár 3,5 millió forinttal is nagyobb kiadást jelenthet, mint egy fix kamatozású hitelkonstrukció. A megvásárolt ingatlanra felvett teljes összeg pedig még évekkel az adásvétel után is több millió forinttal drágulhat, amennyiben a kamatok tovább emelkednek. A bankráció.hu hitelszakértője szerint erre pedig hosszú távon számítanunk kell. Alapvetően egy nagyon alacsony kamat környezet van most a hitelek tekintetében is. Az átlagos hitelkamat nagyság az 4% körül mozog, azonban az elmúlt hetekben tapasztalható volt, hogy némileg elkezdtek emelkedni a hitelkamatok. Ez az emelkedés mértéke 0,2-0,7% közötti szinten mondható, tehát ez nem olyan nagyon drasztikus, de azért már látszik egy emelkedési tendencia. A kamatemelkedés pedig elsősorban azokat az ügyfeleket érinti, akik korábban változó kamatozású hitelt igényeltek, vagy most esetleg változó kamatozású hitelt szeretnének felvenni, hiszen náluk fog legelőször jelentkezni a kamatemelkedésnek a hatása. Egy 30 millió forintos ingatlan vásárlásához felvett 20 éves 10 millió forintos hitel jelenleg 2,1%-os kamattal elérhető a változó kamatozású konstrukcióknál. Amennyiben nem változna a kamatszint, akkor összesen 12,2 millió forintot kellene visszafizetni a 10 millió forintért. Ha a teljes futamidőre vetítve például 7-8%-ra emelkedik a hitel kamata, akkor a visszafizetendő összeg már 17,2-től 20 millió forintig is terjedhet. A kamatkockázatok ellen viszont védelmet nyújtanak a futamidő végéig fix törlesztő részletet biztosító lakáshitelek. Azok az ügyfelek, akik hosszú távú kamatperiódusú hitelben gondolkoznak, vagy hosszú távú kamatperiódusú hitelt vesznek fel, ők lesznek a legjobban védve az ellen, hogy az átlagos futamidő alatt, ami azért egy elzárók hitelnél 15 év körüli időszakra tehető, minél kevesebb szert tudjon módosulni a hitelének a kamata. A nemzetközi trendek azok azt mutatják, hogy azért már több jegybank, köztük az amerikai jegybank is már emelt az alapkamaton, és gyakorlatilag a magyar jegybank is már utalt arra, hogy hosszú távon ilyen alacsony kamatszintek nem lesznek tarthatóak a közeljövőben, tehát számítani lehet arra, hogy egy másfél-két éven belül nálunk is el fog kezdődni a kamatemelés, ami meg nyilván meg fog jelenni majd a hitelkamatok tekintetében is. Hogyha így viszonyítani szeretnénk mondjuk a kamatemelkedésnek a hiteltörlesztő részletére gyakorolt hatására, akkor ezt úgy tudnám érzékeltetni, hogyha egy 10 millió forintos hitelről beszélünk és 15 éves futamidőről, akkor egy 1%-os kamatemelkedés, az kb. 4500 forintos törlesztő részletemelkedést fog jelenteni havonta. Trencsán Erika hozzátette, októbertől a lakáshiteleket érintően az adósságfék szabályozásban is várható változás, ezt követően a korábbiakhoz hasonlóan akkor maradhat a 400 ezer forint alatti jövedelműek terhelhetősége 50%, az ennél többet keresőknél pedig 60% a maximális eladósodottság mértéke, amennyiben legalább 10 éves vagy fix kamatozású hitelt választ az igénylő.